Sziasztok, kedves Kim! Üdvözöllek titeket a Csináld Magad Ötletek csatornán! Ma hógömböt fogok készíteni, egy pici hógömböt EOS-ban. Egyszer már készítettem ilyet, abban egy pici elefánt volt, ma pedig pici rózsákat teszek a hógömbbe. Ha ti is szeretnétek készíteni ilyen hógömböt, akkor most jól figyeljetek! Nos, először is megmutatom, hogy mire van szükségetek hozzá. Egy üres EOS ajak balzsam dobozára, amelyet én már teljesen szét is szedtem. Ez egy olyan EOS, amelyel korábban már készítettem egy radírt, és ha egy ilyen EOS-t most felhasználtok a hógömbhöz, akkor azt már nem fogjátok tudni máshoz használni, ugyanis ezt most teljesen szétszedjük, majd összeragasszuk, és ezt nem lehet visszacsinálni. Tehát biztosnak kell lennetek abban, hogy ezt az EOS-t a hógömbhöz szeretnétek felhasználni. Ha esetleg más EOS-os Csináld Magad Ötlet mellett döntötök, akkor nézzetek körbe a csatornánkon, mert volt már egy pár EOS projektünk. Ezen kívül szükségetek lesz egy snitzerre, fehér csillámporra, de akár más színt is választhattok, aztán szükségetek lesz egy kicsi figurára, vagy nekem például ilyen édes kis rózsáim vannak, tehát valami kicsi dolog kell, amelyet bele szeretnétek ragasztani a hógömbbe. Aranyos lenne egy kis hóember is, vagy én például az utóbbi hógömbömbe egy kis elefántot ragasztottam bele. Ma pedig ezeket a kis rózsákat teszem bele. Aztán szükségetek lesz egy kevés vízre, egy ragasztópisztolyra és egy átlátszó borítóra, vagy műanyag fóliára. Ez itt egy ilyen füzet borító. Továbbá van még itt egy ragasztórúd a ragasztópisztolyhoz. Nem csak átlátszó ragasztórudak vannak, hanem színesek is, mint például ez a rózsaszín itt. Szerintem ez nagyon szép, úgyhogy ezt fogom majd használni. Nos, az alsó és a felső rész egyelőre így marad, erre majd mindjárt szükségem lesz, és ez, ami benne volt a fedélben, ezt ki kellett szednem belőle egy éles eszközzel, de természetesen csak óvatosan, tehát ez lesz majd a hógömb kupolája. Ezt a peremet itt óvatosan még le kell vágnom róla, hogy tényleg csak a kupola része maradjon meg. Itt van hozzá ez a kés, de ez eléggé veszélyes, úgyhogy semmiféleképpen ne egyedül csináljátok. Meg lehet próbálni ollóval is, de én most késsel próbálom meg levágni ezt a külső peremet. Legyetek nagyon óvatosak, ha hozzám hasonlóan ti is késsel próbáljátok meg levágni a peremet. Nem is tudom, hogy hogy lehetne még. Szépen bele lehet szúrni itt ezt a vágókést, és akkor már csak a peremet kell itt levágni. Tehát, ha itt körbe tudjuk vágni, akkor le lehet venni ezt a külső peremet. Nos, tehát már most sikerült. Látjátok, hogy így néz ki. Kivágtam a kupolát. Tényleg nem egyszerű. Kérjetek nyugodtan segítséget. Nekem itt oldalt be is repett egy kicsit, de remélem azért működni fog, mert nem tudok most hirtelen szerezni egy újat. Jó, most megyünk tovább a ráccsal. Ezt most így ide leteszem az asztalra, vagy a fóliára. És erősen megtartom, nyomok rá a forró ragasztóból. Ide-oda mozgatom egy kicsit, így jól eloszlik benne a ragasztó. Azt hiszem, még nincs teljesen tele. Természetesen nem kell színig lennie a ragasztóval, de jól be kell takarni az egészet, hogy ne tudjon szivárogni. Ezt most itt hagyjuk megkeményedni. Ha már az egész jól megkeményedett, levehetjük róla a fóliát, és akkor így már jól le lesz itt záródva. Már kezdhetek is hozzá a dekorációhoz, ugyebár rózsákkal díszítem fel, de figyelnünk kell arra, hogy ráférjen ez a kupola, tehát ne legyen túl nagy az, ami belekerül. Azt hiszem, hogy ez így jó lesz. Megcsinálom a dekorációt, azaz ráragasztom a rózsákat a ragasztópisztollyal. Szerencsére pont a rózsaszín ragasztó van benne, úgyhogy különösen jól fog mutatni, ha rózsaszín ragasztóval ragasztom ide a díszeket. Nos, mehetünk is tovább. Ide természetesen lehetne még ragasztani csillámokat, vagy további kisebb figurákat, amelyek vannak nektek, és amelyek tetszenek nektek.
Mivel nekem itt alul rózsaszín, ezért egyelőre így hagyom. Felülre úgy is kerül még csillám. Ez a dekor tapasz csak azért van itt, hogy megtartsa a kupolánkat, most ugyanis vizet öntök bele, tehát óvatosan öntök bele egy kis vizet. Tényleg nem túl sokat. Így, majdnem a pereméig, aztán ide visszateszem. Teszek bele egy kevés csillámport. Azért ne túl sokat, mert akkor nem lesznek felismerhetőek a figurák a hógömbben. Itt tehát szerencsésebb a kevesebb. Egy kicsit most megkevergetjük. Most pedig jöhet megint a ragasztópisztoly. Kenek egy kevés ragasztót ide körbe a peremre. Egy kicsit igyekezni kell vele, mert nagyon gyorsan megszárad. Ezt itt most megfordítjuk és rányomjuk. Majd hagyjuk megszáradni. Most óvatosan megfordítom. Nagyon jól néz ki. Szerintem nagyon szép. Ide lefolyt egy kis ragasztó, de majd szépen levágom. De természetesen egy kicsit kívülről is be lehet ragasztózni, hogy biztosan ne tudjon kijönni belőle a víz, és meg is tartsa. Rátehetjük most az alsó részét. Hogy is kell ezt? Nézem csak. Igen. Azt hiszem, hogy így. Jó, egy kicsit még körben beragasztóztam, és kész is a hógömb. Nézzük meg, hogy rámegye a teteje. Rátekerem a tetejét. Azt hiszem, hogy ez így nem jó. Nem pattant még rá teljesen. Jó, már most rendben van, és kész az EOS hógömböm. Szerintem nagyon jól néz ki ezzel a kis rózsákkal. És ez a rózsaszín ragasztó is nagyon, nagyon mutatós, nagyon jól néz ki, úgyhogy elégedett vagyok. Ha ti is szeretnétek hógömböt készíteni, próbáljátok ki ezt az EOS-t, vagy akár egy kis lekváros üvegből is készíthetitek, abba természetesen több dolog fér bele. Ez csak egy kicsi hordozható hógömb, nagyon jó ajándék azoknak, akik szeretik az EOS-t. Szerintem nagyon aranyos. Írjátok meg hozzászólásban, hogy hogy tetszik nektek a hógömböm. Ti mit raknátok a saját hógömbötökbe? Nyugodtan írjátok meg nekem hozzászólásban. Ha tetszik nektek a hógömb, akkor kattintsatok a tetszik gombra, nézzétek meg a többi videónkat is, és iratkozzatok fel a csatornánkra. És kattintsatok a csengőre is a feliratkozás gomb mellett, így nem fogtok majd lemaradni egyetlen egy új videónkról sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan ismét találkozunk egy új videóban. Sziasztok!